kavics lábazatokról már több szó esett. A lábazatok tövében érdemes olyan mosott kavics ágyazatot kialakítani, kulékavics ágyazatot, ami elnyeli az esőt, odahulló nedvességet. Tehát nem tud az eső felverődni a falra, és ezért az a lábazat szárazabb marad, kevésbé nedvesedik, kevésbé fagy, kevésbé károsodik. És ehhez szükség van arra, hogy a járda felületet, a járófelületet úgy beállítsuk, hogy ne közvetlen a fal tövébe legyen, hiszen ha ez a burkolat ide kerül a fal mellé, akkor ott felverődést tudna okozni és problémát tudna okozni. Nézzük meg, hogy ez a járda milyen méretű, milyen méretekkel érdemes rendelkezzen. Tehát ha megnézzük a mérőszalagot, ez körülbelül egy ilyen 20-25 cm vagy akár 30 cm is lehet, amíg a járda elkezdődik. Hiszen a járásunknak a tengely járóvonal nem is nagyon lehet közelebb, hiszen a vállunkkal különben elsodornánk a falat, neki mennénk a falnak. Tehát az a tévhit, miszerint a járdát a fal tövébe kell kiépíteni, az annyiban hibás, hogy nem is tudunk rajta járni, ha túl közel van a falhoz. Tehát érdemes valahol a járdát a faltól elhúzva kialakítani, legyen az bármilyen széles is. Ez most itt jelen esetben nem túlzottan széles, egy 40 cm járósáv, tehát a 60 cm 1 méter is talán némileg túlzás, de minden esetre a járófelület ott legyen, ahol ténylegesen szükség van rá, tehát a járóvonal meghatározott helyen legyen a falhoz képest, de minden esetre ne közvetlen a fal közelébe, hiszen ott úgyse tudunk mozogni. Ez a sáv viszont megmaradhat annak, hogy a nedvesség le tudjon zuhanni, és ne kelljen felverődni a falra, tehát érdemes ezt a 20-25-30 cm megtartani minden esetben, és oda kulékavicsot helyezni el, és utána jöjjön a járda.